Vidéki klub még sosem végzett az élen az országos bajnokságok összesített pontversenyében. Egészen 2017-ig, amikor is az Egri úszóklub a BVSC-t, a Kőbányát és a Győrt megelőzve lett első, mondta Kovács Ottó vezetőedző. Minden korosztályban és nem csak hazai környezetben voltak eredményesek. Ezt bizonyítja, hogy a nemzetközi pontversenyt is az Eger nyerte 250 ponttal, a hosszú Katinkát is soraiban tudó Iron Aquatics, vagy éppen a Győri Úszó Sport Egyesület előtt. Bent van az összes nemzetközi eredmény, váltóval, egyénivel, és kiad egy pontszámot, így jött ki. Ez nem egy hivatalos, de teljesen mindegy, honnan ragozzuk. Lehet, hogy mások nem 250, hanem 100, amannak meg 8000, akár hogy pontozzuk, de az mindenképp Egernek a legtöbb. Ahogy az egriek fogalmaztak, idén teljesítették az úszó Grand Slamjét, vagyis mind a négy nagy nemzetközi versenyen, a felnőtt és junior világbajnokságon, az ifjúsági Európa-bajnokságon, valamint az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is szereztek érmet a válogatottak révén. A magyar sport aranyfedezete az úszás, és ezen belül is talán aranyfedezete lehet Eger a magyar úszósportnak, és én azt szeretném kérni az egri döntéshozóktól, hogy hasonlóképpen kezeljék nagy tisztelettel méltó helyen az Egri Úszó Egyesületet. A cím kötelez, az Egri Úszó Klub bár anyagilag nem tartozik a legjobbak közé, idén is hasonló tervekkel vág neki az új szezonnak. Most az igazi fő cél az egyelőre a magyar bajnokság, ami március végén lesz, hogy azon minél jobban tudjunk szerepelni, és hát az egri színeknek minél több pontot, érmet és mindenféle dicsőséget tudjunk szerezni. A Magyar Úszó Szövetség jóvoltából február 10-én 3 hetes floridai edzőtáborba utaznak az egriek válogatott úszói.